Magyarország elmúlt 100 évének az utolsó tízesztendő a legsikeresebb tízesztendője volt. Ezt mondta Hoppár Péter, a terület országgyűlési képviselője Komlón csütörtök este. A Fidesz fórumán az elmúlt évtized eredményeit vették sorra, valamint a választásra készülve azt, hogy mit jelentene mindannyiunk számára, ha visszatérne a Gyurcsány Ferenc fémjelezte múlt. Az országjáró eseményen jelen volt a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója is. Hollik István azt mondta, Komlón 27%-os volt a munkanélküliség, amikor 2010-ben a baloldaltól átvette a jobb oldal a város vezetését. Ma ez a szám nem éri el a 10%-ot. Ennek a jó kormányzati politikának a lehetőségeit, a jó kormányzati politika által kínált lehetőségeket, azt a város maximálisan kihasználja, köszönhetően Hoppá Péternek. És ezért van jelentősége egy ilyen találkozónak, hogy megerősítsük egymást, hogy ezért dolgoznunk kell. Nem fordulhat vissza a Komló városa, Komló közössége a múltba, mert az biztos, hogy azzal járna, hogy a város a fejlődés útjára megint lelépne, és szerintem nem ez a komlóiak érdeke. Az előválasztási folyamatban is kiderült, hogy a múlt erői akarnak visszakapaszkodni, mondta az igazgató. Az, hogy most Márki-Zay Péter került az érre, az csak egy hatalomtechnikai húzás. Ettől plusz szavazatokat remél a múlt azok, akik már egyszer tönkretették az országot. Az a tét a jövő évi országgyűlési választáson, hogy ez a múlt visszatérhet-e, vagy nem, fogalmazott a politikus.